Csá, sziasztok! Megint egyedül jelentkezek onnan, hogy Alduint elkergettük a halál faszára, és most beszélni kell az egyik valakivel, de én előtte arra gondoltam, hogy ha már szintet léptünk, akkor csináljunk már egy gyors eladogatást, meg egy tanulást. Hát, ha tudok három, tehát hogyha annyi pénzt összeszedek, hogy három Destruction szintet tudjak tanulni, akkor tudnám kérni a perket. Ami tök jó lenne, mert már van három, nem kettő spellem, expert szintű spellem. Az már megvan. 24-es szint, az tök sok. Ahhoz képest, hogy csak 4 vagy 5 ilyen skillt fejlesztgetünk. Hát meg a lockpick az fejlődik magától, meg az ilyen armorok, de hát az nem attól vagyok 24-es szintű. Ez nem érdekel, ez a pasas. Ez faralda lesz, király. Akkor először eladunk neki dolgokat. Jöttve, de hogy is, először tanulni kellett volna. De így is van 2000 goldja, hogy rohadjon meg. Hő? Konkrétan archerisből van kettő. Akkor egyet biztos, hogy kapsz. A másikat lehet, hogy lehet disenchantolni. Tudod mit? Na jó, először megnézzük, hogy mit lehet disenchantolni. Hol van az ajtó? Mert engem most az érdekel, hogy eladhatom-e ezeket az enchantolt lófaszokat. Fölmegyek a... Na! Fölmegyek a saját szobámba. Ja, mondjuk Máté mondta, hogy a tanárok szobájában is van Arcane Enchanter. Hoppá, na mindegy. Most már. Itt van, igen. Na nézzük. Aha, egyet lehet. Még egyet lehet. Miért nem lép már szintet? Még egyet lehet. Na végre. És még egyet lehet. Csak ez, ez tök jó árba van. 850-et ér. És ezen az enchant ez nem olyan jó, tehát ez a kevesebb ár, vagy jobb árakat kapok a boltokban, ez az enchant ez nekem nem kell, tehát inkább eladom magát a nyakláncot. Na jó van, akkor ez megvan, ugye ez nem a könyvtárba vezet, jó van, oké. De egyébként, ha már itt vagyunk a college-ban, lehet, hogy inkább Ezbernel fogunk beszélni, de mondjuk Ezber meg nem a college-ban van. Hopp, na mindegy. Ez nem a countenance, így van. Tehát akkor most már minden olyan tárgyat, amin enchant van, azt el lehet adni nyugodtan, mert úgyse lehet disenchantolni. Hova tűnt az a picsa? Ez még mindig nem az. Megvagy. És most először tanulok, hogy legyen pénze. Azt se tudom, mennyi pénzem van nekem. Épp hogy egyet tudok. Na jó van. Akkor most vissza szerzem a pénzemet. Nem, eladni akarok. Tessék. A common az nem kell. Ez még mindig common. Tessék, ez se kell. Ezt meg kell tartani, mert erre fogunk enchantot rakni. A Grand meg a Greater az marad, mert ahhoz van küldetés. Tessék. Ezt meg miért nem lehetett disenchantolni? Na mindegy. Így. Cure Wounds. Fireball, az már nem kell. Most már a scrollokat is elkezdem eladogatni. Legalábbis a szarabbakat. Jó, oké. Lesser Ward, mi a fasznak van az nálam? Nagyon jó. 2300 goldot szedtem össze durván, illetve hát most már annyi van. És az pont egy szintre elég. Talán. Igen, egy szintre elég. És 74-es leszek a végén, hát ezt nem hiszem el. Ah, francba.
Most jól leszegényítettem magam. Se nem eladható tárgyaim nincsenek, se nem pénzem nincs. És még mindig hiányzik egy szint a Distractionből. Hát ez fasza, nem baj. Azt az egyet, illetve hát már nem is egy egész szint, hanem csak egy fél. Azt már csata közben, előbb-utóbb megtanulom. Ja, ez itten El Esbern tartózkodik itt. Én inkább a Greybeard-del beszélnék. Partonax-szal meg nem akarok, mert az nagyon lassan beszél. Mondjuk úgyis át fogom ugrani az egész szövegelést. Na mindegy. Most már ez lesz. Alduin? Igen, de elment. Hát akkor nem defeateltem, bazd meg. Hát pont ez az. Aha, mi van? Ja igen, tudom, hogy keresni kell egy olyan sárkányt, aki nem akar Alduinhoz tartozni. Tehát magyarul egy áruló sárkányt. És most fogja elmondani ez, hogy ugye van ez a Dragon's Reach, ahol a Whiterunny Jarl lakik, az a fapalota. Az eredetileg azért lett építve, hogy egy sárkányt oda elfogjanak. Tehát oda kell becsalogatni egy olyan sárkányt, aki Alduinnal nem szimpatizál. És hajlandó segíteni nekem. De egyébként tök vicces, hogy az egész Dragon's Reach az fából van építve. Hát nem tudom, na mindegy, ők tudják. Lehet, hogy enchantolt fa. Wood of Resist Fire. Na akkor a Jarl, hát mondjuk a Jarl, az nem tudom, mit fog ehhez szólni. Most oda megyek és megmondom, hogy te figyeljél már ide. Behívnék én egy sárkányt a palotádba. Mit szólsz? Biztos örülni fog. Ja, ide, ide, ide. Bocsász, itt vagyok. Szóval ide. Hát ezt meghallgatom, hogy erre mit fog szólni a Jarl. Ez vicces lesz, biztos. Na lássuk. Remélem itt ül a trónon, igen. Jó van, oké. Egyébként ez mi? Hogy nem ég le az egész palota? Na mindegy. Ja, Wood of Resist Fire, elfelejtettem. Én vagyok a fasz. Na nézzük. Na ezt kap ki. Ilyet még nem hallottál, mi? Hát ezt jól hallottad. Bocsász. Who persuade? Ahhoz kéne vagy 80-as speech. Hát igen, ez fail. Akkor még egyszer. Jó, ugorjunk. Akkor már akkor a másikat. De nincs, értsd már meg. Ez jó, hogy csak egyet lehet nyomni, sír. Na. Tessék, én vagyok a Dragonborn. De hát ezt tudod, hogy én vagyok a Dragonborn. Most mit kételkedsz még mindig? Nesze. Ja. Jó, tehát akkor ő most segít nekem, de először én segítsek neki. Hát anyádat. Hát jó. Akkor most biztos kapok egy küldetést. Na. Oké, tehát akkor most van ez a civil, jó van. Civil háború. Az imperiálok meg a stormcloakok harcolnak egymás ellen, és ő addig nem hajlandó sárkányt fogadni a palotájába, amíg ezek a kettő fegyverszünetet nem köt. Mert két ellenséggel harcolni, tehát a sárkányokkal meg a civil háborúval
foglalkozni egyszerre, az túl sok. És ebben lehet, hogy igaza van egyébként. És azt mondja, hogy a greybeardek, azok semleges területen laknak. Ezért, ha én mind a kettő parancsnokot vagy kapitányt, egy Stormcloak kapitányt meg egy Imperial kapitányt meghívok High Rodgarba, akkor ottan megbeszéljük a béketárgyalás sok során azt, hogy na most akkor tegyük félre egy kicsit a ellentéteket, és foglalkozunk a sárkányval. Mi így közösen, mint egy nagy család. Jó. De most várjál, most miért High Rodgarba kell jönni? Én azt hittem, hogy már a két kapitányhoz kell menni, hogy gyertek el a béketárgyalásra. De biztos először a szakállas köcsögöknek kell megmondani, hogy figyeljetek. Ide én most béketárgyalást fogok összehívni. Jó, jó, oké, akkor jó. Hol vagy? Ott vagy. Szunyálsz, te köcsög. Na ne elszegülj ellen te is nekem. Na azért mondom. Jó, ugorjunk. Most ez elküld engem mind a két kapitányhoz. Igen. Talk to Tullius, talk to Stormcloak. Izgi. Hopp, megint egy vágás. Nem hagynak békén anyámék, az a baj. Na. Akkor menjünk el. Mind a két vanni ezekhez először. Ez. Hoppá, várjál csak, ide nem lehet fast travelözni. Akkor szekérrel megyünk. Milyen város is volt az? Windham. Azt hiszem. Vagy, nézzük már meg. Az, oké. Na. Most van nálam 80 gold. Mondjuk 50 a legdrágább város. Windham az csak 20. Kéne egy olyan mellékülletés, ami sok pénzt ad. Nem tudom, mondjuk Daedra Quest. Ugye Dragon Priest az már... Tényleg! A Dragon Priest mask, az utolsó Dragon Priest, az itt van a főküldetések között valahol. Ha azt megcsináljuk és kivesszük az utolsó Dragon Priest maskot, akkor utána el lehet adni a többit. Az azért egy bevétel lenne. Az vagy 10.000 gold. Windhelm. Hú, de utálom ezt a várost, ez ilyen lepukkant szar. Tele van minden zsebtolvajokkal. Mondjuk engem nem tudnak kirabolni. De lakik a főtéren egy ilyen csöves néni, akitől lehet tanulni pickpocket szinteket. Itt lesz valahol. És utána itt szokott lenni. Na mindegy, most eltűnt. És utána meg vissza lehet lopni tőle a pénzt, amit odaadtál neki. Úgyhogy tök ingyen meg lehet tanulni a 100-as pickpocketot. Vagy mit tudom én, hanyast, nem tudom. Nem lehet 100-ig fölvinni csak simán tanulással, de mondjuk 75-ig biztos. Na mindegy. Na. Nem. Nem Fight the Empire, nem. Na mindegy. Na, haladjunk. Na, nem áll, most mi a fasz van? Na azért, oké, itt a Greybeard-ös izé. Fegyverszünet, ez az, haladjunk, igen, úgyis eljössz, tudom.
Persuade? Ez nem fog sikerülni. Öcsém, de! De jó! Király, akkor te már eljössz, ugye? Most kész? Oké, okay, complete, király. Akkor már csak a másik köcsög van. Akkor... menjünk ide. Ez már volt, ugye? Igen, de már lehet fast travelözni. Király, oké. Okay. Hát ez most egy kicsit ilyen unalmasabb része a dolognak, úgyhogy... hát ezen túl kell lenni. De igyekszem, ahogy tudok. Ha már itt vagyunk... hoppá, egy pici kitérőt teszek. Megnézem, hogy van-e olyan fegyverem, amit el tudok adni. Mert ugye a college-ban a tanárok nem szoktak fegyvereket venni. Ez... na mindegy, ez nem az árus, azt hiszem. Ő az, nem. Ő az, oké. Okay. Tudtam én, hogy Redguard. Aha, ezt a... ez, igen. Igen, igen, igen. Igazából ez se kell. Ezt nem lehetett disenchantolni, ezt se lehetett disenchantolni. Ó, tök jó. Ezt nem kell. És kifogyott a pénze, de mondjuk ezt azért még elbírom. Na, ez nem kell. Jó, na, oké, csak megérte, legalább van egy kis pénzem. Nem fog... nem tudom, ha valami kell, mondjuk egy poti gyorsan, vagy akármi, akkor legalább nem maradok cikibe, de azért ez még mindig nem túl sok, ami most van. Várjál. Ide kell, igen, oké. Köszönöm, Dua. Francia. Aj. Na most ez miért kaptam meg ezt a feladatot? Tessék, that's not why I'm here. Na, ide figyeljél. Haladjunk. Persuade? Az előbb sikerült. És most meg nem tudjuk, hogy sikerült-e. Nem, ez nem sikerült. Ne pofázz, légy szíves. Jó, ez is eljön, ezt megoldottuk. Miért nem completed már? Completed, ha, csak mondani kellett. Na, hú, hoppá. Zsír. Akkor most kezdődik a világ legunalmasabb dumája. Ez a Peace Council, ez egy lófasz. De legalább haladunk a sztorival. Ez egy kicsit most rosszabb rész lesz. Vagy nem tudom. És az a baj, hogy nem lehet átugrálni a szövegeket, mert nem velem beszélnek konkrétan, hanem csak úgy ki vannak írva a szövegek. Tehát nem vagyok párbeszédbe senkivel. Hó, hogy várnak. Na, ezt nem akartam. Le kell ülni. Hol is van ez a tárgyalóterem? Erre? Ott van, aha. Jó, oké. Hogy lehet, hogy már mindenki itt van? Engedjetek már át. Csücs! Hogy átrohant a széken. Nem lehet így várni, de lehet. Két óra alatt csak ide érnek. Király. És most, ha várok,
Akkor túl leszünk az egész izén, lófaszom? Nem, rábasztam. Na mindegy. Igen, először is ennek a jarl izének, tehát a Stormcloakoknak nem tetszik, hogy ott van egy Talmor. Ezek még mindig egymással szarakodnak. Na ez az, lehet ugrálni. Zsír. A Talmort kiküldjük, mert azt én is utálom. Menj már! De utálom a Talmort. Annyi hülye picsa meg fasz van benne. Ankano is Talmor volt, azt mi lett belőle, hogy rohadjanak meg. Igen, ezért vagyunk itt, a dragonok miatt haladjunk. Köszönöm. Nincs egy olyan shout, hogy fast time. Az nagyon jól jönne most. Igen, ready. Mindenki ready. Csak haladjunk. Lasting peace, hol élsz te hülye gyerek? 3 óráig fog tartani a peace. Hogyha 3 évesek vitatkoznának. Nekem kell ez a város, nem kapod meg, ez az enyém. Nem, nekem is kell, de nem az az enyém. Nagyon jó. És most tőlem fogják megkérdezni, hogy kinek van igaza, és nekem fingom nem lesz. Bizony, enough. Én is azt mondom. Egyébként ez elsőre, amikor játszottam ezt a játékot, még izgalmas volt. De most olyan, na végre, most olyan, mint hogyha ilyen 3 éves gyerekek vitatkoznának egy cukorkán. Riften vagy Downstar, Riften. Látom, hogy mozog a szája, meg ki van írva a szöveg, de csak ennyit hallok, hogy bzzz. Hát ez kár.
Ezbern majd... Na végre. Igen, ezt akartam mondani, hogy Ezbern egyszer ki fog akadni, és akkor... Akkor jutunk valamire. Na ez már legalább beszél valamiről. Tegyétek le a kibaszott fegyvert, mert meghaltok, nem értitek? Na végre. Izgalmas. Ki az a Galmar? Nézzük már meg. Az meg ki a fene? Ez a Stormcloakokkal van? Na mindegy. Nagyon jó, ugrálunk. Jújjúj, ez elég komoly követelés. Most hirtelen elkezdtem odafigyelni, ezt nem kellene. Na, majd én, jó, oké, majd én eldöntöm. Ez lesz a legjobb és a leggyorsabb megoldás. Jó, legyen ez. Az a baj ezzel a béket tanácskozással, hogy nem lehet ilyen köztes megoldást találni, tehát vagy a Stormcloakoknak kedvezek, vagy a imperiáloknak. Tehát nincs olyan, hogy jó, akkor te feladod ezt a területet, te meg azt, olyat nem lehet választani. Hoppá. Próbáltam úgy csinálni, hogy egyszer ide, egyszer oda kedvezek. De egyébként ez nem számít semmit. Csak mondanám. Oké, vége van. Yardlail Lawgiver. Jó kis név. Hát ezt nem hiszem el, mi a fenéről beszélünk még mindig. Már nem akarom befejezni ezt a részt, amíg ennek a fosnak vége nem lesz. De már a türelmem kezd fogyni. A viccnek is van határa. Bocs, ez szar vicc volt. Álljatok föl, ez az! Jaj, de jó! Na, csináljunk valamit. Na most, listen, learn shout to call Odavig.
Milyen problém? Na. Akkor most Iceburn is rájött. Ja, mert ő egy Blade. Azt hiszem. Tehát Delphin-nel van együtt. És azok meg pont a sárkányok ellen vannak. És meg fog kérni, hogy öljen meg a picsába. Igazából itt el kéne menteni, de kurva sürgősen. Mert nem akarom még egyszer végighallgatni ezt a lófaszt. Hoppá! Started Partanax. Kill Partanax. Ezt amúgy nem muszáj megcsinálni. Na, ugorjunk. Mondom, ugorjunk. Aha, szóval minden Dragon Shout az egy sárkánynak a neve, és azért van három szó. Minden sárkány név három szótag. Vagyis hát egy-egy szó, és mindegyik mást jelent. És most megtanít nekem egy sárkány nevet, ami egy shout, és azzal lehet hívni, ide hívni magamnak egy sárkányt. És véletlenül pont mit ad Isten, hát ő lesz az, aki Alduinnak ellen akar szegülni. Micsoda véletlen, hoho. Od Achvig. Hűha. Megtanultam egy shoutot. Tehát akkor most össze kell készíteni egy csapdát Odavignak. Ahhoz pedig ki kell menni High Hrothgarból, ha jól gondolom, mert az... az izében van. A Jarl palotában. Dragon's Reach-ben, biztos. De ezt már csak majd a következő részben. Szóval egyenlőre köszönöm a figyelmet, sziasztok!